ez a hely? Oda nézzenek. Nagybajomi karcsiról most lopják a csizmát az asszonyok. Úgy látszik, karcsi is kell nekik csizmástól, mindenestől. Mi volt ez talán? Képzelődöm. Bár a szív nem ver a fejtele kérdésekkel. Hol is vagyok? Azt nem tudom. Hogy jó itt lett, mégis visszavágyom. Mi nem gondoltunk arra, hogy ölni jön a falka. Kicsit nőttem, apám feleskedett. Lehet, hogy meg kell védenem testvéremet. És én vártam dicső jövőt. Most látok sok dombtetőt, melyeknek mélyen rejt embertesteket. Csak hősök akartunk lenni, győztesként visszatérni. Ó, csak jutalmadra vágytunk, így büszkén neki vágtunk. Ennyi az őrület, a dicsőség, hova lett? És bolyong még tétül a szellemem, így kísértek fenn, vagy épp oda len, de mit teheted érted így? A túlvilág elszakít. Mi vár még rád, azt kérdezem, csak hősök akartunk lenni, ezért bűnbe kellett esni. Ó, csak jutalmadra vágytunk, így büszkén neki vágtunk. Ennyi az őrület, a dicsőség hova lett? Nekünk azt mondták, meg kell védenünk az otthonunkat, a családunkat. Nekik is azt mondták. Hát most? Mit fogunk itt csinálni? Itt a friss hír! Konstantyevicánál a magyar csapatok 48 órán belül 17-szer verték vissza az ellenséget. Itt a friss hír! Amikor néz, még nem tudja, mi vár rá. Amikor menekül, hát nem tudja, még hová. Ma mindenkit győzni, győzni kell. Hát győzünk majd, mert nem lehet most másként. Életet veszünk, rád a életedért. Aki fél, nem maradhat mellettünk. Aki kérdez, majd a végén felelünk. Aki megremel, annak mi adjuk fel most a keretet, mert nem gyerülhet ott el. A cím közepben legyen kész fegyvered. Győzünk majd, mert nem lehet most másként. Életet veszünk, gyönyörű életedét. Győzünk majd, mert nem lehet másként. Életet veszünk, gyönyörű életedét. Életet veszünk, életekért. És mi van, ha nem győzünk? Aki néz, az nem maradhat mellettünk. Aki kérdez, majd a végén felelünk. Aki meg nem el, annak mi adjuk fel most a keretet, mert nem gyerülhet ott el. Az közelben legyen kész fegyver. Mit csinálnak, fiatal urak? Nem a fronton vagyunk, itt nincs ellenség. Levele érkezett Temesvárról.
Köszönöm. Tudhatnák, hogy nem egymásnak keresniük. Pista leszerelhet. Ha igazolni tudja, hogy egyetemi hallgató. El kell vinnem neki az indexét. Imre bácsiéknál van Budán. Mikor indul? Amint lehet. Indulás 5.30-kor. Hát, maga fiam, mire vár, összem a lelkit? Idáig hozott a vonat, most várnom kell. Aztán mi járatban errefelé? Hová megy? Az öcsémhez igyekszem. Az indexét viszem magammal, hogy leszerelhessem. Hát maga? Én minden este kijárok a vonatba. Én vagyok a falu vargája. Van észállása? Nincs. Nincs. Hát adok én szívesen összem a lelkit. Jó, menjünk. Ez az, amit nem gondoltam jól végig. Állomáson ágyon vetni, azt nem engedik. Ki ez az öreg úr, aki szállást ad? Ő benne, én hogyan és miért bízzak? Hova megyek? Sose voltam. Nem is bízom gatyámba szökő bátorság. Testvérem még messze van, ez nem vár távolság. Ez a vaksötét rémséges, kicsit sem segít. Nyugalom, semmi baj, itt jobbra mentünk már megint. Az öreg furcsa szeme, mint a tó. A beszéde csupa ő, ez nem megnyugtató. A szótlanság a félelmet keltett itt bennem. Ha muszáj, én nem, de fejbe vágja majd könyvem. Hova megyek? Sose voltam fene gyerek. Bácsi, kérem, én nem megyek tovább. Mindjárt beírunk az erdőbe. Nyugodjon már meg. Ide értünk. Na, jöjjön. Hát itt minden falon szent képek lógnak. Oda át a másik házban még több kép van. Na, nagyon finom házi szalonnát, meg kolbászt. Köszönöm, nem kérek, van én nekem. Akkor igyék jó kútvizet. Köszönöm, nem vagyok szomjas. Akkor készülődjön az alvásó. Ő csak varga, doldoz, földöz, nem egy mészáros. Tőlem nincs mit elvegyen, ez több, mint világos. Ő már is horkol, de én nem alhatok. Zeng a szoba, mint az ágyú, feláldozni csak nem fog. Bácsi, kérem, nézze meg hány óra. Éjfél van, de aludjék már. Bácsi, hajnalodik. Lenne késem a vonatot. 5 óra. Harangoznak. De hiszen akkor indulni kell. Úgy látszik, hogy maga fél tőlem, összem a máját. Ne csodálkozzék. Egyrészt a szokatlan helyzet, ez a sötétség meg. Másrészt már meg ne haragudjon, de a maga különös beszédmódja, ez a sok összöm a lelkit, meg összöm a máját, ez tényleg megijesztett. Azt is mondta, hogy minden este kijár a vonathoz. Talán vár valakit. Hogy kit? Na, menjen, mert lekési a vonatot. Mikor szerettem, rózsám, kedvesem, büszkén szól, nézz ide táj, fiú szeretem, ő első. Mikor szerettem, rózsám, kedvesem, hozzám volt legkisebb gyümölcs, még tár az a hírt.